Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Orbán Viktor szerint Manfred Weber régi rossz akarója Magyarországnak, és hozzá képest Ursula von der Leyen egy minisztráns lány. Két év alatt 15 helyet rontott Magyarország egy nemzetközi versenyképességi listán, Románia lehagyott minket, és bruttó 645.300 forint volt az átlagkereset Magyarországon áprilisban, ez 13,5%-kal több, mint tavaly. A Mercedes egy olyan beruházást hoz Magyarországra, ami 3-4 ezer új munkahelyet teremt. Erről Orbán Viktor beszélt az állami rádióban. A miniszterelnök csütörtökön találkozott a Mercedes vezérkarával, és titoktartási nyilatkozat aláírása után megnézhette a legújabb modelleket. Az egész német ipar nagy átalakuláson megy át. A magyaroknak lesz helye ebben, hangsúlyozta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy a megállapodás kapcsán pénteken még Olaf Scholz német kancellárral is egyeztet. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a néppárti baloldali koalíció a versenyképesség kérdésében az adóemelés oldalán áll. Orbán Viktor keményen bírálta az Európai Néppárt vezetőjét is, a nemrég Budapesten Magyar Péterrel találkozó Manfred Webert, és azt mondta róla, Ursula von der Leyen hozzá képest minisztráns kislány. Amíg ő ott van, addig pontosan tudhatjuk, hogy egy magyar ellenes vezető van az Európai Néppárt élén, és ott semmi jóra nem számíthatunk. Megnyertük a 18-as választást, és emlékeztetnék mindenkit, a magyarok döntöttek, hogy merre akarnak haladni, és rá néhány napra, éppen Weber úr hatékony támogatásával, már meg is indították Magyarországgal szemben a 7-es cikkelyes eljárást. Ha persze a balosok nyertek volna Magyarországon, akkor Magyarország egy viruló demokrácia lenne. Nem csatlakozik a Fidesz a Giorgia Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójához az Európai Parlamentben, mivel nem hajlandó egy magyar ellenes román párttal egy frakcióban dolgozni. Erről Kocsis Máté írt Facebook oldalán. A korábbi sajtóhírek ugyanakkor arról szóltak, hogy Meloni mondott nemet Orbán Viktor és a Fidesz csatlakozási kérelmére. Elemzők szerint bár szűkül a Fidesz mozgástere, a tárgyalások tovább zajlanak. Meloni, Morawiecki, Janez Jansa, Péter Pellegrini. A magyar miniszterelnök brüsszeli találkozóin azért küzdött a héten, hogy egyesítse az európai jobboldalt. A legújabb hírek alapján nem sikerült a terv. Nem egyesül a Le Pen féle identitás és demokrácia, a Giorgia Meloni féle európai konzervatívok és reformerek tömörüléssel. Szélső jobboldalról érkezve, de egyre inkább a centrum felé elmozdulva, tehát Giorgia Meloni azt látja, hogy számára kockázatos lenne, ha az európai reformereket és a konzervatívokat összekapcsolna az identitási demokráciával, hogy amely szélső jobboldali, a mostani felosztás szerint is egy szélső jobboldali pártcsoport, hanem ő inkább ehelyett, egyre inkább befelé, tehát az Európai Néppárt felé pozícionálja magát. Ráadásul olasz lapok úgy értesültek, a Fidesz nem csatlakozik az ECR-hez sem. Meloni visszautasíthatta Orbán Viktort. Gyivai Zoltán szerint a Fidesz pozíciója az orosz-ukrán háború kapcsán elfogadhatatlan Giorgia Meloni és az ECR több pártja számára is. Ha nem sikerül Orbán Viktornak a terveit megvalósítani, akkor az egyik az, hogy az identitási demokráciához csatlakozik, hogy ez egy szélső jobboldalinak elkönyvelt pártcsoport lenne, és számos szempontból vállalhatatlannak így tűnik. A másik pedig az, hogy maradnak a fideszes képviselők a függetlenek között, annak minden hátrányával és a teljes marginalizálódásnak a veszélyével. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője viszont arról írt, hogy a Fidesz nem hajlandó csatlakozni az ECR-hez, mivel annak tagja lett egy magyar ellenes román párt. A Méltányosság projektigazgatója szerint a Fidesznek ugyanakkor nem feltétlenül káros, ha a függetlenek között marad. Nyilván az ellenzék újra és újra rámutat, hogy légüres térben van a Fidesz, de alapvetően így is el tudtak működni, és a saját többségüket meg tudják teremteni. Novák Zoltán szerint elképzelhető, hogy a Fidesz is alkalmazkodik a helyzethez, és közeledik az európai centrumhoz, de az is, hogy megmarad az éles EU kritikája. Orbán Viktor számára az európai szintér ez egy fontos küzdelmi terep, de mindig azon kell lemérnünk, hogy végül is miképpen dönt a mozgásokat illetően, hogy belpolitikailag milyen a lecsapódása. Híradónk megkérdezte a Fidesztől, hogy igaz-e a hír, miszerint Giorgia Meloni nemet mondott a Fidesz csatlakozási kérelmére. A párt azt írta, a tárgyalások jelenleg is zajlanak.
Közben Orbán Viktor folytatja a diplomáciai erőfeszítéseket. Berlinben Olaf Scholz német kancellárral tárgyal a soros magyar elnökséggel kapcsolatos teendőkről. A Fidesz soha nem nyújtott be kérelmet a frakcióhoz való csatlakozásra, így kommentálta Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek politikai csoportjának társelnöke azt, hogy magyar kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nem is kíván csatlakozni olyan pártcsaládhoz, amelyben helyet kapott a szélsőségesen magyar ellenes román AUR párt. Az Európai Konzervatívok társelnöke azt is mondta a Népszavának, hogy Giorgia Meloni, olasz kormányfő EP frakciója, Ukrajna párti nyilatkozatot vár el a belépni szándékozó pártoktól. Ebben az szerepel, hogy a képviselők támogatják Ukrajna honvédő harcát Oroszországgal szemben. Mióta él együtt az élettársával, mi a hobbija, milyen szórakozó helyre és hányszor jár egy héten? Ilyen és ehhez hasonló személyes kérdésekre kell válaszolnia a gyermekvédelmi dolgozóknak a kifogástalan életvitelük ellenőrzésekor. A gyerekotthonok vezetőinek átvilágítását a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végzi el. A gyermekvédelmi dolgozók átvilágításának részleteit a legújabb gyermekvédelmi törvénycsomag rögzíti. A szociális ágazatban dolgozók szakszervezete szerint vannak, akik már megkapták az adatlapot, mások ezen a héten vehetik kézbe. Nem volt feltárható kapcsolat Rogán Antal és Sadöl György között, ezt mondta sajtótájékoztatóján az ügyészség. Magyar Péter még tavasszal adott át egy titokban rögzített hangfelvételt, amelyen volt felesége, Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, egyebek közt arról beszélt, hogy a kormány emberei belenyúlhattak a nyomozás irataiba. Az ügyészek 9 tanút, köztük Rogán Antal minisztert is meghallgatták, és 17 ezer oldalnyi dokumentumot vizsgáltak át. Megállapították, hogy az ügyiratokat senki nem manipulálta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter pedig mindössze pletykákat osztott meg a férjével. Az egész eljárást lényegében 2 darab bejegyzés indukálta. Így kezdte a főügyész azt a sajtótájékoztatót, amelyet 3 hónappal a Magyar Péter hangfelvételével kapcsolatban elrendelt nyomozásról tartottak a központi nyomozó főügyészségen. Fürth Pál elmondta, a nyomozással 3 bűncselekmény gyanúját vizsgálták. Az egyik, hogy hivatalos személy elmulasztotta feljelentést tenni a Sadl Völner ügyben. Magyar Pétert, Varga Juditot, Rogán Antalt, Gulyás Gergelyt és a hangfelvételen szereplő többi személyt is tanúként hallgatták meg az ügyben. De egybehangzóan azt állították, hogy nincs tudomásuk erről a mulasztásról. Ez a tényállás, ez valóban viszonylag egyszerűen és megnyugtatóan lehetett tisztázni, tehát hogy itt nem történt bűncselekmény, nem volt olyan hivatalos személy, aki már adott esetben a büntetőeljárás megindítását megelőzően is tudott volna, és nem teljesítette ezt a feljelentési kötelezettségét. Így egyértelműen a nyomozás bűncselekmény hiányába kellett megszüntetni. A másik a Sadl Völner ügy nyomozati irataiból történő feltételezett kihúzásokkal kapcsolatos hivatali visszaélés büntette volt. Az ügyészség által megállapított tények szerint a hangfelvételen a Varga Judit pletykákat osztott meg a férjével, illetve a Magyar Péter által elmondottakkal nem vitatkozott, azokat a férjére hagyta. A sajtószóvivő hozzátette, a Magyar Péter és Varga Judit között folytatott beszélgetés olyan tárgyi tévedésekkel van tele, amelyek kizárják azt, hogy az információkat az ügyészségi adatokból szerezték. És mivel nem volt arra irányuló kísérlet, hogy külső személy befolyásolja a nyomozást, ezért a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették. A fővárosi nyomozóügyészségen 2021 nyarán jelent meg először Völner Pál neve a Nemzeti Védelmi Szolgálat beszámolójában. Felmerült ugyanis az is, hogy 2021 tavaszán Völner Pált jogellenesen figyelmeztették a büntető eljárásról, de ezt is cáfolták. A nyomozás során bizonyítékok hiányában nem volt tisztázható, hogy Völner Pál kapott-e információt az ellene folyó nyomozásról. Erre tekintettel a nyomozás ebben a tekintetben bizonyítottság hiányában került megszüntetésre. A nyomozás során kizárták azt is, hogy az ügyészség vagy a főügyész figyelmeztette Völner Pált a büntetőeljárás megindulása előtt. A beszélgetést volt férje irányította, pletykák, hallomások alapján ő meg csak ráhagyta ezeket. Erről beszélt Varga Judit az ügyészségi tanúkihallgatáson a Telex értesülései szerint. A volt igazságügyi miniszter nem tud arról, hogy valaki belenyúlt volna a Völner-Sadl ügy nyomozati irataiba. De egyébként is idézem, fizikai képtelenség, hogy bárki manipulálta volna ezeket az iratokat. Gulyás Gergely is ugyanazt vallotta, azt mondta, nincs tudomás arról, hogy Rogán Antal vagy más személy manipulálta volna az iratokat.
Rogán Antal Völner Pál kapcsán azt mondta, nem volt tudomás arról, hogy vele szemben bármilyen eljárás vagy megfigyelés lenne. Ezért nem is figyelmeztethette erről Völnert. Magyar Péter szerint az ügyészek izzadságszagúan próbálják megmagyarázni, hogy semmilyen bűncselekmény nem történt. A Híradónk által megkérdezett ügyvéd pedig azt mondja, olyan embereket hallgatott meg tanúként az ügyészség, akik egyébként potenciális gyanúsítottak is lehettek volna. A politikai elemző úgy látja, az ügy jelentősége inkább politikai, mint jogi. Egyértelműen a nyomozás bűncselekmény hiányába kellett megszüntetni. A kormánytagok közül senki nem mulasztotta el feljelentési kötelezettségét. Varga Judit pletykákat osztott meg a férjével, és nem volt feltárható kapcsolat Rogán Antal és Sádl György között. Az ügyészség szerint egyebek mellett ezeket állapította meg a nyomozás. A Tisza párt politikusa először Facebook oldalán annyit reagált, még az ügyészségi sajtótájékoztató közben, hogy az ügyészek, idézem, izzadságszagúan próbálják megmagyarázni, hogy semmilyen bűncselekmény nem történt. Mint fogalmazott, az 1950-es éveket idézi a helyzet. Fürchterre úgy reagált, 1950-ből nem találnak olyan felvételt, amelyben a sajtó kérdezhet a főügyésztől. Álláspontom szerint semmi újdonság nem volt benne. Horváth Lórend ügyvéd szerint az lett volna újdonság, ha a vádakat, állításokat az ügyészség elismeri. Mint mondta, a nyomozást korábban ugyanaz az ügyészség folytatta, ami most az új eljárást is lebonyolította. Így nem volt várható, hogy most újabb érdemi lépéseket fognak tenni. Nekem az volt a legszembetűnőbb ebben az egészben, hogy kikérdeztek tanukat, tehát alapvetően tanú meghallgatásokon alapult ez a nyomozás megszüntetés. Nyilván, hogy megnézték az okiratokat is, mert 17 ezer oldalról beszélnek, amit végiglapoztak, de alapvetően tanú meghallgatásokról szól, és olyan személyeket hallgattak meg tanúként, akik egyébként potenciális gyanúsítottak is lehettek volna. Az elemző szerint, amikor az ügy berobbant, annak inkább politikai jelentősége volt, mint jogi, hiszen a volt igazságügyi miniszter kijelentéseit hallhattuk, aki korrupcióról beszélt. Ráadásul a választások előtt voltunk, ami egy kiélezett időszak. Nagyon sokan valószínűleg nem lepődhettek meg azon, hogy mit hallottak ma, valószínűleg sem azok, akik ennek a hangfelvételnek nem képelkedtek az igazság tartalmában sem, pedig azok igen. Tehát ilyen szempontból látszik, hogy kicsit csökken ennek az ügynek a politikai hatása. Kálló Dániel úgy látja, nem valószínű, hogy hosszú távon is fenntartható az ügy jelentősége. Magyar Péter egyébként azt ígérte, részletesen cáfolni fogja az ügyészség állításait. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 645.300, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 444.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,5, a reálkereset pedig 9,5%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Két év alatt 15 helyet rontva az 54. helyezést szerezte meg 67 ország közül Magyarország az IMD versenyképességi listáján. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi években rendre mögöttünk álló Románia gazdasága immár versenyképességi szempontból megelőzi Magyarországot. Az IMD kifejezetten gyengére értékelte a költségvetési politika minőségét és az államháztartás állapotát. Utolsó helyre kerültünk az üzleti hatékonyság és az üzleti gyakorlatok részmutatójában is. A friss adatok szerint átlag alatt teljesít a magyar oktatás és egészségügy. Magyarországtól készül 1 milliárd eurós kedvezményes kamatozású hitelt felvenni, a még be sem iktatott Észak-Macedón kormány azután, hogy a májusi választásokon újra hatalomra jutott a Fidesz szövetségesének számító VMRO. A Fókusz névre hallgató helyi lap információját hivatalosan nem erősítették meg, de a VMRO alelnöke elárulta, hogy nem kínai kölcsönről van szó, hanem várhatóan egy EU és NATO tag lesz a hitelező. Ha megvalósul a hitelezés, ez lesz a legnagyobb összegű magyar hitel kihelyezés külföldre. Több helyszínen köztük Pokrovsknál csaptak össze az orosz erőkkel az ukrán egységek. A kijevi védelmi minisztérium orosz fegyverek és katonai eszközök megsemmisítéséről számolt be. Az orosz katonai vezetés ugyanakkor azt közölte, hogy több fronton előnyösebb pozíciókat szereztek a csapataik. Egy ember megsebesült és két mentőautót megrongált az az orosz rakéta, ami egy herszoni kórháznál csapódott be.
Az ukrajnai település katonai vezetése szerint a Dnyipro folyó túlpartjáról lőtte ki 3 Grad rakétát az orosz erők a város ellen. Moszkva azt közölte, hogy ukrán fegyverraktárakat támadtak, valamint előnyösebb pozíciókat szereztek a csatatéren. Megbosszulhatja az orosz vagyonok lefoglalását az orosz vezetés, miután a G7-ek megállapodtak arról, hogy a nyugaton befagyasztott orosz vagyonokból adnak 50 milliárd dolláros kölcsönt Ukrajnának. Jelentős nyugati vagyon és ingatlan van orosz joghatóság alatt az országunkban. Mindezek az orosz megtorló akciók célpontjává válhatnak. Erre nagyon széles a politikai és gazdasági eszköztárunk, mondta az orosz külügyminisztérium szóvivője. Egységes kiállást csürgetett a demokratikus országoktól Jens Stoltenberg a kanadai látogatása során. Oda kell figyelnünk arra, hogy az autoriter hatalmak egyre egységesebbek és egyre jobban támogatják egymást. Ezért fontos a szabadságban és demokráciában hívő országok közös kiállása. És fontosabb a NATO szerepe, mint valaha, mondta a NATO főtitkára. Ezzel egy időben Vietnámba látogatott Vlagyimir Putyin. Szakértők szerint az orosz államfő a korábban Szovjetunióval barátságos országokkal közösen akar koalíciót létrehozni a nyugati központú világrend alternatívájaként. Szabályok és korlátok nélkül fognak harcolni. Ezzel fenyegetőzött Hassan Nasrallah, a Hezbollah terrorszervezet vezetője legújabb videójában nem csak Izraelt fenyegette meg azzal, hogy az egész ország területét rakétákkal és drónokkal támadják majd, hanem a ciprusi kormányt is figyelmeztette arra az esetre, ha megnyitnák az ország reptereit és bázisait az izraeli hadsereg számára. A ciprusi elnök közölte, hogy országa semmilyen módon nem avatkozik bele a konfliktusba. Csak évvégéig szedhet útdíjat a fővárosi önkormányzat a teherautók után. A kúria ugyanis megsemmisítette a fővárosi önkormányzat teherautók behajtására vonatkozó szabályozásának egy részét. A teherkocsik behajtási díját is tartalmazó rendeletet a budapesti kormányhivatal támadta meg, mondván a fővárosnak nincs joga behajtási díj kivetésére. A Népszava kalkulációi szerint a döntéssel 1,7-1,8 milliárd forinttól eshet el évente a főváros. Másik következménye lehet az ingyenessé válásnak, Karácsony Gergely szerint az, hogy az M0-ás forgalmának egy része bemehet a városba. Ez pedig nagyobb forgalommal, több zajjal és porral járhat. Elhunyt Donald Sutherland, Emmy és kétszeres Golden Globe díjas színész. A kanadai származású színész óriás olyan híres filmszerepekkel vált ismerté, mint a Piszkos 12 és a Kelly hősei. A világlapok arról számolnak be, hogy a színész hosszú betegség után csütörtökön hunyt el Miami-ban. Sutherland fél évszázadon keresztül emlékezetesen játszott gonosztevőket, antihősöket, romantikus főszerepeket. A színész 2017-ben pályafutásának elismeréseként Oscar életműdíjat vehetett át. Donald Sutherland 88 éves volt. A híradó után jön a fórum, maradjanak velünk, híradóval pedig legközelebb 17.25-kor Stoll Luca várja Önöket. Én mára megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!